hogy ez a nap egyáltalán létrejött, lett. Egy francia hölgy volt, valakit valamikor a 20. században, ki ezügyben lépéseket tett. Mára a nőnap nemzetközi lett. Ünneplünk minden hölgyet. Nincs kivétel. Mindenkit elér az ünnep. Nőnap, köszöntjük őket, önöket, egy szóval a nőket. Náluk nélkül nem is lenne élet. Bizony, ők azok, kik mindent tovább visznek. Nem vagyok est, ők bizony teremtenek. Folyamatosan, először is új életet. Az új életet gondozni is kell, na vajon kinek? Hát leginkább a nőknek. Azért el ne rugaszkodjunk, mert hogy akkor mi férfiak mégis minek vagyunk. Segíteni kellene minden férfinak. Ugyan, de a legfontosabb feladat, szeretettel csodáljuk a nőket, nap mint nap, minden nap. Bizony, minden nap. Most pedig készültünk egy kis, szintén ilyen nőnapias kis előadással. Hát akkor inkább olvasom. Ez a nap, igen, ez a nap már a nemzetközi vélet. A világ minden táján köszöntjük a nőket. Ebből a, ugye a férfiak sem maradhatnak ki. Ezért történetünk főhőse sem akar kimaradni, ezért munka után rögvest hazaindul. Na igen, bármerre is indulsz, mindenütt van egy alig elkerülhető kocsma. Kollégái már várnak rá, hősünk viszont így okoskodik, ha asszonykám egészségére iszom egyet, abból nem lehet baj. Na, ha csak egy lett volna. Gyerekassan emelgették a poharakat, nők egészségére, a sajátjukon nem törődve. Bőzsünk ugye kötelességét teljesítve kilép az utcára, és indul egyenesen haza. Na, ez túlságosan nem sikerült egyenesre. A rend éber őrzőjele is szólítja, hát magam mit kacsálig itt tudod közepén? Mármint, hogy én? Maga. Na jó Isten, rakja magába a tudományát. Menjél azonnal a járdára. Még előtti valami. Még a járdára? Hát miért néz maga engem? Netán kötéltáncosnak? Hát, drága fölöld nagy úr. Kötőr vagyok. Kötőr őrmester. Köszönöm az előléptetést. Hol lakik maga? Remélem nem megy nagyon messze ebben az állapotban. Drága földörzs úr, nézze csak, látja ott a távolban azt a lila ködbe burkolózott épületet? Az épületet látom, de a ködöt nem. Na igen. Biztosan még nem ivott eleget. Hát ha itt, ami elég az kettőnket. Megérkeznek közben az ittas ember házához, felköszönteni kívánt hölgy is előkerül, hamarabb, mint gondolnák. Nyújtófával büföli a bal markát. És... Hát drága anyukám, de örülök, hogy megláttal. Te már itthon vagy. Én itt? De te hol kújtorogtál? Te esküszöm, én egyenesen haza. Csak közben jött egy kis probléma. Hoztam neked, kedvesem, virágot. Virágot? Hol van a virág? Borgúzát, békességet. Szeressük a rendőrséget. Virág 4712 János, főtörzs őrmester úr, szolgálatára jelentedem. Jó, maga szolgáljon csak máshol. Te meg minek hoztad ide ezt a virágot? Jaj, anyukám, én ártatlan vagyok. Hogy ártatlan? Hogy ártatlan?
Te nem, te vagy itt tele, itt a sorba teljesen. A másik dologban nem én hoztam. Ő hozott ide engem. Köszönjük a rendőr úrnak, hogy ide tetszett fáradni vele, de most már menjen a dolgára. De meg gyere, majd számolok veled. Fent, majd számolok veled. Jó, ilyen ház is hátány, na én megyek. Kedvesem galambocska, anyukám ne akarjon. Ne akarj levenni engemet a lábamról, te részeg disznó. Nem sem próbálnak. Igen. Jaj, ne bázd azt a disznót, nem igaz asztal is kár. Ne bázd azt a disznót. Nem a disznónak szól, ez neked szól. Ja, az más. Az más, engem lehet. A disznóból még sok jó dolog lehet. Kolbász, sonka, meg... Kutyából nem lesz szalonna. Na, most már kutya lett. De anyukám, hát én csak érted, csak is értettem. Magadra persze nem is gondoltál. Feláldoztam magam. Mit? Palacsintás... Egy pillanat. Palacsintás ütöttél nekem? Kíváncsi vagyok. Ezek után tudsz-e enni belőle? És méghozzá hányat? Anyuka! Anyuka, már hányat? Igen, nem kérek. Remélem, tetszett ez a kis szösszenet. És most van itt egy... Igaz, lányoknak írtam. De hát mindannyian voltak lányok. Szervusztok, lányok! Nőnap vár rátok. A csokros bokrétákat vidáman fogyasszátok, és örömmel fogadjátok. Legyetek is vidámak e szép napon, hiszen nőnap van, ez a ti napotok. Oly régóta várjátok e napot, melyen titeket ünneplünk, drága leányok, hölgyek. Mivel több verssel nem készültem, ezért a rímeket rémületben emeltem. Lányok, nektek csak egy mondatot kínálok. Boldog nőnapot kívánok! Nagyon köszönjük! Nagyon köszönjük, és kérem, még van egy kis szövegünk. Még van egy kis szövegünk, hogy is van ez? Igen. Nem tudom, szeretnek maguk nevetni? Mert olyan szomorú mindenkinek az arca, hát kivéve, tisztelet a kivételnek, akinek nem. Hát akkor most egy kicsit a nevetésről, és egy kicsit magamról is. Foglalkozom prózával, a verset is próbáltam, éltem, féltem, sötétben, félhomályban. Amíg féltem, addig a 40 évet öregedtem. Mára rájöttem lelkem, valami más szánt nekem. Mert a lélek nem egyenlő azzal, hogy félek. A lélek szívünk lakója, lakása életre van kiadva. Ő boldog akar lenni. Boldogság az a jó kedv, és a játékkal most átadunk. Hát itt úgy van nektek, de önöknek. Hadd ne tegezzem le a hölgyeket. Játékunk tán néha kicsit bajzán, mert jól esik mosolyt látni mások bajszán. Úgy érezzük nagy a tét. Mi nem kapunk ezért semmi lét. Szeretet, megbecsülés. Mondják, mi kell mi? Szerintem nevetni kell. Ennyi az egész. Esetleg még a szeretetről lehet egy hetekettél pár szót. Igen? Igen. Mivel, hogy azt hiszem, hogy a többség édesanyja is, és a többi, tehát hol lakik a szeretet?
mellesleg ez volt az első versem, amit írtam. Egy gyermeket kérdezek, felel cserfesen, a szeretet hol lehet? Azt nem tudom, hol lakik a szeretet, de mikor édesanyám szemébe nézek, boldogság járja át szívemet. Kérdezz egy bácsit, nénit, időset, ő felel csendesen, a szeretet hol lehet? Azt én meg nem mondom neked. Erről kérdezd csak a szívedet. Nem tudom, bírják még esetleg ajándékról, tessék? Esetleg ajándékról is szólnék pár dolgot. Azt mondja, hogy igen, ajándék. Még el sem döntöttem, hogy írjam. Milyen formában, versben vagy prózában? A próza szabadabb, ám a vers szebb. Minden formában. Lényeg, ajándékot kaptam. Többször, több formában. Első, hát ez az élet. Mely a testet öltött a lélek. Ő még röpködni képes. Így jő sokféle tanítás, benne a szánykurtítás. Felnőttem, mire elértem a 20-at, hát ritkán találtam értékét ajándéknak. Ajándéklónak ne nézd a fogát, megtanultam ezt a jó szokást. Így értem, amúgy a belső magányba, így tekintetem megakadt egy csodás szempárba. 4 évig jártam utána, mellette szívem berdemegve, lakodalom lett belőle. A szempár gazdájának fátyol került fejére, lagziban vigasság, volt nagy mulatság, éjféltájban nem fáradtunk el az újasszony táncban. Édesapám, ki most néz minket? De csak fentről. Szóra emelkedett, kért csendet a zenészektől. Az újasszony megszületett. Éppen a fiam születésnapjára érkezem. 2 születésnap máma, legyetek egymás ajándéka. Ime az élet nagy ajándéka, ajándék az egész élet. Adni tud még újat, szépet. Még nincs vége. Ajándék a gyermekáldás, kétszer jön. Vagyok érte hálás. Teljességben boldog a lélek. Ezt köszönöm a szívem jobbik felének, aki most nincs itt velünk, mert éppen munkahelyen dolgozik. És hogy elnézést, egy kicsit elérzékenyültem, mert hogy ez rólunk szól. És hogy ezt egy kicsit föloldjam, ezt a könnyes dolgot, hát írtam egy ilyen elképzelhetőt. Azt mondja a nyelven. Családom többször mondta, vegyünk részt egy wellness programba. Erre mit mondhat az apa? Jut abba nekem minden napra. Télen fát vágok, nyáron kapálok, izzadástól szétázok. Családom ezen nem sokat mélázott. Rávettek, fussak velük egyet. Futok utánuk, sarok mellett, szomszéd, őt az Isten küldte. Rám néz, mereszt furcsa szemet, visszanézek, de a nyelvem szólni nem ereszt. Így ő kérdezett, miért kergeted az asszonyt, meg azt a gyereket? Levegő híján tovább csak ziláltam, monológiát tovább hallgattam. Te neked milyen jó sálad van? Hol vetted? Melyik plázával? Zilálva, de ezt mondtam. Eddig a számban tartottam, ekkor félretettem minden elvem, hát nem látod, hogy ez a nyelvem? Hát én köszönöm, most pedig szerintem hallgatunk egy kis zenét. Yeah.
babán, lehajlik a babán, gyöngyös bokrétája. Van még. Lassan forog babán, a gépkocsi kerete. Jeges Dunában, hogy ne lettem volna, sose lettem volna, senki megont babája. Látod, édes anyám, látod, édes anyám, miért szültél a világra? Inkább dobtál volna, inkább dobtál volna a zavaros Tiszára. Tisza a vizet elvonna a jeges Dunában, hogy ma lettem volna, sose lettem volna, senki megunt a bánya. Lettem volna, senki megunt a bánya. Csillag, mind lehullott a földre. Nincsen hűszerető, nincs már hűszerető, mert elhagyott örökre. Ha elhagyott, nem búsulott, elment örökre. Még a síromban is, még a föld alatt is, csak ő jár az eszem. Síromban is, még a föld alatt is, csak ő jár az eszembe. Babán, lassan forog babán, a gépkocsi kereke. Azon visznek babán, azon visznek babán, ki a gyakorló térre. Százszor babám, annyi százszor babám, jussak én az eszembe. Szín a bogja tövében, rózsafával van az körül ültetve. Könnyebb volna száz rózsafát kivágni, sejhaj, mint te tőled kis angyalom elválni. Sejhaj, vasárnapig nem találok szeretőt, hántom a temető, annak is elültetem rózsának. Sejhaj, aki szeret, szakítson le magának. De bort ide teszik a lány az anyám. A szó, csak ide, bort, ide, minden leány az anyám, hadd mulatom ki magam igazán. Hétre már nem leszek itt, elvisz a gyors vonat engem.
Fejedre kerül a kerül, szívem a bánatba belemerül. Édesanyja, nem var fodrot rája, akinek nem tetszik a lánya, ne járjon utána. Édesanyja, nem vág le belőle, előbb is, utóbb is, asszony lesz belőle. Aj, baba, hagytad! Hogy száró kis csizma, rásütött a hajnal csillag sugarra. Van a csizmája, lakos száró kis csizma, rásütött a hajnal csillag sugarra. Mert nem így édes rózsám kívánok, hogy előtted a piros rózsáé várja, a zöld fű is előtte édes almát tereljen, te szíve soha el ne felejtsen. Mirák még? Igen, most majd egy kis szünet. Akkor egy kis szünet. Mehet. A Jézuska meglátogatta 2000 év után az embereket. Hát pont egy hajléktalanba botlott bele, megkérdezte tőle, hogy testvérem, akkor leülhetek ide mellé? Gyere testvérem, üljél egy nyugodtan, azt mondják. Van itt egy kis kenyerem, azt mondják, pénteki CBA-s kenyérre, jó ez. Hát köszönöm, azt mondja, az a fontos, hogy jó szívvel adtad. Hajléktalan kannából meghúzza a bort, azt mondja, mi van ebben, azt mondja, víz van ebben. Hát azt mondja, úgy is mondhatnám, de kannás bor, egy kis tablettát beledobnak, azt mindjárt. Mindjárt borrá válik. Azt mondja Jézus, a szúdai mennyegzőn én is csináltam ilyet, azt mondja, látom, tanultatok valamit a dologból. Azt mondja, hajléktalan, na és a NAV nem szólt érte semmit. Azt mondja, nem tudom mi az a NAV. Azt mondja, hajléktalan, jobb is, ha nem tudod, te is akarsz megtudni. Azt mondja Jézus, hogy
Ez olyan adószedő téren, nem? Hát azt mondja, de szépen mondtad, olyan adószedő, adat. Azt mondja, hát a Herodes idejében nálunk is volt ilyen rengeteg. Azt mondja, hajléktalan... Ki az a? Ki az a Herodes? Ismernünk kéne? Á, jobb is, ha nem ismered, azt mondja. Ebben maradtam. Közben hajléktalan rágyújt egy füves cigire. Jézus felugrik, azt mondja, testvérem, mit csinálsz te? Azt mondja, úgy füstölsz, mint egy kémény. Mikor legutóbb itt voltam, még ilyen nem volt a világon se. De van azt mondja, gyere, üljél már le, mindenki minket néz. Nagyon jó, füves cigi, azt mondja, olyan jó anyagot kaptam, hogy ilyen vika. Megkínálja a tényt. Azt mondja, Jézus, hogy jól van, adjál egy szállat, mert én is. Elszívják a cigarettát, vagy a füves cigit, azt mondja Jézus, hogy amilyen rendes voltál, adtál nekem kenyeret, bor, meg ezt, amivel egy folyad a püstöt, nem tudom mi ez. Elmondom, hogy ki vagyok én. Én vagyok Jézus Krisztus, a te megváltód. Azt mondja, hajléktalan. Én mondtam, hogy jó anyag, én előre szóltam neked, hogy jó érzés vagyok. Jézus, mi van a mennyországban, mondják a tanítványok, hogy mester, szeretnénk neked valami ajándékot venni, de nem tudjuk, hogy minek örülni igazán. Azt mondja, Jézus, nem kell nekem semmi, mert itt minden megvan a mennyországban, tényleg jól érzem magam. Ám bár az egyik hajléktalan, valami hüves cigivel megkínált, azt mondja, az nagyon jó, erre ráközelítenék, azt mondja, ez nagyon bréma volt. Azt mondja a másik, ugyan már hüves cigi, itt van a speed tabletta, azt mondja, kettő bedobsz, mindjárt mennyországba érzed magad. Mivel, hogy ott vannak? Jézus, bedobsz két speed tablettát, neki a másik. Hagyd a fenébe a szavaszkot, azt mondja, tartsd a kezed fejét. Itt van egy kis fokó, azt mondja, rászórod, beszippantod, egész másképp érted magad. Jézus beszippantja a kokot, azt mondja, ez egyre jobb, azt mondja, minden nagyon szép. Te Júdás fiam, te mit hoztál nekem? Azt mondja, mit hoztam? FBI, le van a tartóztató. Thank you.
Gondolj el a tegnap esti szabadra.